Adjon Isten jó napot, ma 2019. augusztus 23-a van, nemzeti ünnepünk előtt egy nappal vagyunk. Itt vagyunk Rakacaszenden, és ma ismét kék túra következik. No de, miért vagyok én itt kerékpáros gúnyában? Azt majd nem sokára elmondom. A lényeg, hogy ezt a Rakacaszend felső vadász szakaszt nem tudom sehogy sem megoldani tömegközlekedéssel, se autót itt hagyni, ott hagyni, se itt nem hagyok autót, se felsővadászon, úgyhogy ezt a 15 kilométert gyalogszerrel fogom megtenni. Bélyegeznünk nem kell, mert a múltkorában már bélyegeztünk, úgyhogy így fogok itt átmenni. Jó lenne bemenni ebbe a templomkába is, ami itt van, mert ez különleges templom. Még egy ugyanilyen nincs az országban. Hát jó, hogy nincs, mert itt van. Ideig kerékpárral jöttem, útvonalam Encs, Krasznokvajda, Rakaca, Rakacaszent, stb. Úgyhogy így tologatva megnézzük, hogy mit mutat ez a kék túra. Buszmegállóban ugyanúgy ott ül öreg bácsi, mint a múltkor. Gondolom, sorozatnézés helyett ez az elfoglaltsága. Láthatunk érdekes megoldást itt a ház megtámasztására. Rakacai márványból készítettek ide. Micsoda támasztékot. Na, a templom az itt van mellettünk a domb tetején. Elvileg a kulcsot is el lehetne kérni valakitől. Hát, ha ki van írva, aztán jó lenne elkérni. Na mindegy, már visszamegyünk, elkérjük a kulcsot valahonnan. Na de megnézzük előbb ezt a házikót itt. Halljuk, milyen szépen csöng a templom kulcs. Na. Eljöttünk ide, elkértük Bözsi nénitől templom kulcsocskát, majd megmutatom, hogy hol kell, és akkor be is nézhetünk ide. Mindjárt megnézzük, hogy mit mutat ez a templomocska. Ho-ho! Hát a mai túra nem lesz olyan hosszú, olyan sok látnivaló nincs, akkor legalább ezt lessük meg, hogy mit mutat. Nézzük csak! Műemlék, téglából épült korábbi része, 12. századi, mellé építették a ma is álló kőtemplomot. 13. század második felében, akkor építették mellé a templomot, 1820-21-ben a korábbi részt lebontották, és az épületet nyugat felé bővítették. Feltárta és helyreállította az Országos Műemléki Felügyelőség 1970. Na, nézzük csak, van itt egy lakat. Mindjárt meg is nézzük. És ha valaki eljön ide, csak úgy kirándulni is, jöjjön nyugodtan, mert ilyen jó illatot régen érezhetett, gondolom én. Azt a betyár! Hű, de korszerű! Nem kell lámpa, jó ez a természetes fény. Na, nézzük akkor.
most láthatjuk, van itt egy vendégkönyv is, augusztus 17-én írtak bele. Hú, de korszerű kis templom. És még a lényeget majd most fogom megmutatni. Megnézzük, hogy itt is mik vannak. Egy harmónium. Az hát, aha, hát érdekes. Így. És akkor a lényeg. Ez a kazettás mennyezet. Hát még egyszer mondom, aki teheti, az nyugodtan jöjjön el ebbe a templomocskába, itt megnézheti. Országban egyedülálló, ahogy már említettem. És még megmutatom még egyszer ezt a mennyezetet. Azért is jó bejönni, mert itt olyan jó hűvös van, és ez az igazi régi illat. Emlékszem, nagyanyámnál volt ilyen illat abban a szobában, amit nem használtak. Na mindegy, hát így néz ki. Emlék 2012-13-as Szent István jubileumi túra évben rendezett Szent István túráról. Na. Hát ennyi. Van itt egy kis persejke. Látogatási díj felnőtteknek. 150 forint, gyerekeknek 100 forint. Hát szerintem megéri, mert biztos, hogy jó helyre kerül. És akkor úgy látom, ja, itt van, Rakac a szendi román kori templom rövid története. Én ezt most nem fogom elolvasni, mindenki elolvashatja, kiguglizhatja, mindegy, az is itt van leírva. Mi micsoda? Hát ennyi volt így, rövidkében. Erődítményszerű templom. Így jó, ez természetes fénynél, nem kell lámpa. Mindjárt megnézzük még, mi van ebbe a könyvecskébe itt beírva. Jaj, vendégkönyv, aha. Jó. A Rakacaszendi református műemlékten vendégkönyve 1981-től. Hű, a betyárját. Na mindegy, én is beleírok valamit aztán. Megyünk tovább. De ezek a falfestmények úgy maradtak meg, hogy le lett meszelve annak idején, és a meszelés alatt, a meszelés óvta meg ezeket. Szerintem a mai túrának ez lesz a legérdekesebb és legértékesebb pontja. Gondolom ezt nagy jéghímezték itt, nem a boltban vásárolták. Még kívülről megnézzük,
beszívjuk ezt a jó illatot, aztán mehetünk is. Hallhatjuk, hogy milyen jól cseng ez a kulcs. Ha elromlik a harang, akkor biztos ezzel harangoznak. Na, megnézzük itt körbe, mi újság van. Sokszor jártunk már erre Jocó barátommal is. Mindig nézegettük ezt a templomot, hát most hiánypótló ez a látogatás. Így. Ez az igazi vaskúcs. No de, ez az otthonka zsebbe nem fér be. És így néz ki. Kíváncsi lennék, hogy mikor lakott itt utoljára valaki a parókián. Na de érdekesség, hogy itt az Isten háta mögött, ki így elmegyünk, elkérjük Bözsi nénitől a kulcsot. Remélem Bözsi nének hívják, mert úgy olvastam a neten. Aztán eljöhetünk, persze egy kis adományt azt adunk. Hát ennyi. Na, mehetünk is tovább, visszavisszük a kulcsot, majd megmutatom azt is, hogy honnan kell elkérni. Tehát ott van a busz megálló, innen szemből jövünk, vagy megyünk, tök mindegy. Itt a busz megálló, itt van előttünk ez a műút. Most sikerült! Most megyünk Szalonna felé, és van ott a távolban egy híd. Na, addig nem megyünk el, hanem itt a villanyoszlopnál, vagy nem, ez telefonoszlop, megállunk, Cangát itt hagyjuk, nincs lebetonozva, meg kisebb, mint egy villanymozdony, de nem baj, és itt, tehát ha visszanézünk, akkor látjuk, hogy ott a busz megálló, eljöttünk ide, telefonoszlop, stb., és itt meg is találjuk a kulcsot. Itt, ahol a bab ilyen szépen fölfutott a fára. Na. Visszaadjuk a kulcsocskát. Na ez az a ház. Itt főút 7 szám. Itt kell elkérni a kulcsot. Na haladunk is tovább. A Kopasz utca végén. Én nem tudom, valahol zsírt sütnek. Olyan jó illat van, mint amikor sül a tepertő a betyárján. Teljesen meg is éheztem. Na, megnéztük a templomot, elhagyjuk Rakaca Szendet, amely egykor a Szendi család birtoka volt. Aztán a másik dolog, hogy a Rakaca név az a patakról ragadt rá, amiben sok a rákocska, ezért lett Rakaca a neve, mert szlávul talán a Rakaca az rákot jelent, vagy valami ilyesmi. Nem biztos, tök mindegy, nem az a lényeg, hanem az, hogy evezhetünk tovább. Na nem fogok fölülni a biciklire, hanem ezt a Rakaca Szent felsővadásztávot tolom. Tudom jól, hogy a kék túrát nem lehet kerékpárral teljesíteni, de ma így adom elő. Ennyi. Mondjuk itt föl sem ülnék, mert elég emelkedős. Hogyha én ezt legyalogolom, akkor jó. Végig lehetne ezt itt tekerni Cangával is, de ha már egyszer készítek erről a kék túráról egy sorozatot, akkor legyen meg az egész. Ne csak azok a részek, amelyek jól járhatóak. És szerintem már is tovább kell mennünk. Ezen a részen. Hoho. Megérkeztünk ide, ez már tipikus csereháti táj. Vörösföld, bauxit, rakacai márvány, Borsos Pista bácsi munkássága. Ugyanis webből szeret szobrokat készíteni. Pedig Rakaca mellett van ilyen bánya, hogy ilyen követ lehet találni. Ja. Na,
jelzést eddig a falu végén láttunk csak, de jöjjünk bátran erre, mivel nincs is más út. Helye a begyár. És ha elnézünk arra, a múltkor valahol ott ereszkedtünk le, azon a részen, akkor jöttünk Bódva Szilasról. Hát így, így mutatja. Régi szép Csereháti túráink, Csereház 50, Csereház 105. Jaj, de jók voltak, Isten. MVSC szervezte Abaújszolnoki indulással, előző este ott alvás, stb. Hát igen, 90-es évek elején voltak ezek, vagy közepén, mindegy. Ha valaki nem lát jelzést, az ne ijedjen meg, csak kövesse ezt a köves utat. Ezt nevezi a térkép még Szikszói útnak is. Úgyhogy mi is ezen haladunk tovább. Megnéztem a GPS-t, mert jelzés az nincs. No jelzés. Úgyhogy csak így óvatosba evezgetünk itt fölfelé. Időjárásról annyit, hogy ilyen szűrt napsütés van, hőmérséklet körülbelül 24 fok. Időjárás előrejelzők szerint kialakulhat egy-két zápor, zivatar, de nem jellemző. Hajnalban nincsen esett, vihar volt. Úgyhogy ennyi rövidben. Hát, nem sok minden látnivaló lesz. Következő településünk Irota, az körülbelül 8 kilométerre található. Hát még megpróbálunk oda átgyalogolni, aztán pedig következik Felsővadász. Felsővadász után erősen majd kerékpárra pattanunk és megyünk haza. Ebből az irányból jövünk, aki eljön erre a szakaszra, mindenképpen hozzon magával valami navigációs eszközt. Egy ilyen csúnyaságot szeretnék itt megmutatni. Valaki ide hordta ki a szemetét. Hát most hogy is lehetne megfogalmazni szépen? Fölajánlom azt a szervemet neki, étkezés céljából, amelyikkel egyidős vagyok. Hogy tehetett ilyet? Na mindegy, ez már nem mostani, már jó régi fajta szemét. Na mindegy. Lényeg a lényeg, hogy ezen az úton haladunk tovább. Mondom, jelzés az nem sok sámli van, úgyhogy navigációt hozni, vagy fölvállalni azt, hogy esetleg netán plusz kilométereket teszünk bele a bakancsunkba. Na, térképet se hoztam, ezt a GPS-t, hát most úgy, erre a kicsiket ábra minek. Még mindig itt a kék jelzésen haladunk tovább, a kerékpárom zörög mellettem, nem a csontjaim. Na, lényeg, hogy azért ezek az apró bogarak, amelyek megkeserítették az életünket a Putnok-Aktelek szakaszon, és úgy látszik, megtudták valahonnan, hogy ide jövök túrázni, mert most itt vannak a fejem körül. Hát ez borzasztó. Ez borzasztó, az Zemplénben nem volt bogár, itt a Csereháton van bogár. Na mindegy. Így haladunk továbbra is. Lassan itt az ősz, beköszönt lassan az ősz, és az a lényeg, hogy szarvasbőgést lehet hallgatni. Na de a nagy agancsos bika még nem mondta magában azt, hogy úgyba, zárójelben kígyó angolul, egy jót vagy többet. Úgyhogy még nem hallhatunk szarvasbőgést, bár szeptember 9-től szeptember végéig majd nem lehet tartózkodni az erdőben, úgy olvastam. Délutántól reggeli vagy? Egész nap. Mindegy, akit érdekel, az majd megnézi. Az Északerdő vagy valamelyik erdészeti zörötö honlapján. Így megyünk úgy, semmi nem történik most. Valahol jó lenne ebédelni egyet. Egy óra elmúlt, de az elmúlt napokban ilyen ökölnyi töltött káposztánál többet szinte nem is ettem. Ma reggel tudtam enni egy kis
házi zsíros kenyeret paradicsomkával, de mondjuk abból úgy 3 szeletet betermeltem, úgyhogy az még tart. Kötelező söradag is megvolt, Krasznokvajdán a bóbba bementem serért. De azt nézem, hogy milyen jó almafák vannak itt ezen a szikszói úton, hogy a csípaszúnyog rendesbe. Megint nem lehet eljönni túrázni egy darabig. Amíg ilyen meleg van, és ezek a kis köcsögök itt röpködnek fölöttem, addig élvezhetetlen a túra. Legközelebb bemegyek valami méhészboltba, és ott fogok vásárolni a fejemre valami hálót, vagy valamit, mert ez tűrhetetlen, ami itt folyik Gyöngyösön. Véresen és sántán jöttem a vadonból, ahogy Hobó énekelt, és láthatjuk, hogy ilyen útakadályok vannak itt előttünk, hogy már nem mondok semmit, nem is készítettem eddig olyan sok felvételt, gondolom senki sem kíváncsi a szitkozódásomra, hogy ezekkel az apró rovarokkal, bogarakkal, szúnyogokkal, legyekkel mit kellene tenni, és mit csináljanak a szülő anyjukkal, mit hová tegyenek. Hát így vagyunk, még az sem lehet, hogy megállok pihenni valahol és eszek, mert most is csak erősen támadnak. A szedertüske meg itt figyel a doktor úrnak a kezében. More, tudtam, hogy ebből baj lesz. Azt se bánnám, ha kint mennénk a szabad levegőn, nem ilyen erdős részen, mert ez valami borzasztó. Mert hogy itt is merre kell menni, hát erre vagy arra. Azért mondom, hogy GPS-t hozzatok magatokkal, feltétlenül, mert nincs jelzés. Mindegy, menjünk. Menjünk valamelyiken. Hát menjünk ezen. És akkor meglátjuk, hogy jó-e. Hát... Hú, mekkora szedres. És még nem érett a szeder. Pedig már augusztus 9-e környékén én már erősen szedrezni szoktam Hejce fölött a Fehérkúti vadászház után. És itt a jelzés, tehát jó felé jövünk, egyenesen kell jönni. Nem egyenesen, hanem egyenesen. Lábam viszket, összecsíptek a szúnyogok, úgyhogy ez a túra eddig FOS. Kicsit vigasztaljuk magunkat szeder szemek kóstolásával. Nézzük. Biztos jó. Jó. Jó fajta. Na de az ősi szabály, 1,5 méter alatt nem eszünk meg semmit. Lehet, hogy valaki lepisálta ezt, de nem hiszem, hogy ilyet tett volna. Vagy az állatok tesznek ilyet, azzal nem foglalkozunk. Nem rég esett. Hoho, nézzük ka. És itt jön egy veres jelzés. Piros kereszt, itt van elbújva. Nem mai festés. És ha elnézünk erre, bizony itt is jó susnya van. Az igen. Ezen se jön senki szerintem. Még egy-két szederkét eszünk, mert nagyon finom. Nem kell megvenni a boltban. És ez sokkal jobb is. Na, egy ilyen köcsögág szakította meg a 0 kilométeres kerékpáros felsőm szövésének folytonosságát. És lyukaszták ki az bal kezem, vagyis bal felkaromat. Hú, de jó. A kicsike szedrekben olyan erős magok vannak, akinek lukas foga van, nem is kell elmenni az orvoshoz. Elrágcsál 2-3-at, és már meg is van oldva a fogtömés. Na, nézzük. Mi ez? Ez is még kocsma lápa. Kecskepad 1,7 km, Irota 4,1.
Rakacaszen 4,5, tehát fél úton vagyunk Irota felé. Ebből az irányból jöttünk, mondjuk elbaltáztam, mert nem arról az útról jöttem, hanem minden, tök mindegy. Az a lényeg, itt vagyunk a Kecske-Padgerinc azon a helyen. Irota 2,6 kilométerre van. Mi van még? Rakacaszent 6 kilométer. És ha elnézünk így a távolba, láthatjuk a tipikus, gyönyörű Csereháti tájat. Hát igen. Cserehát. Ország egyik legszebb területe. Főleg egészen ott a távolban már látszódik is Irota. Oda fogunk legurulni. Most a fényképezőgéppel veszem fel ezeket a dolgokat, megnézzük, hogy mennyire működik az optikai képstabilizátor a objektíven. Na, hát így adjuk elő. Ezen a jófajta poros úton fogunk itt valamilyen módon majd legurigázni. Agrárpercek következik, bevetjük magunkat az almafa árnyékában, és láthatjuk, hogy itt milyen szép alma van. Naposabb feléről pedig egyet leszakajtunk, bár ki tudja, na mindegy, én eszek erről, ha szabad, hanem a nyálam csorog patakokban az almáért. Hűha, lehet, hogy ez még egy kicsit sáványú, de lehet, hogy sütibe jó lenne. A finom. Milyen jó módszerük van a teheneknek, hogy elhesegessék a legyeket, lehet, hogy én is így fogom legközelebb csinálni. Láthatjuk ezt az érdekes patakátkelő helyet. Száraz időben a völgyön jövünk, esős időben pedig a patakon tudunk át, vagy patakon, a hídon tudunk átkelni, és már meg is érkezünk ide az irotai völgybe. Itt vagyunk Irotán, egy dejófa alatt, kis pihenőnél. Nézzük, mi a mai menü. Láthatjuk, hogy ez a füstölt kolbász egy kicsikét úgy a melegben kiengedte a zsírját, és kolbászos katonák vannak itt. Na, hogy nehogy napszúrást kapjanak ezek a katonák, ezért tettem egy kis fejvédőt, egy piros fejvédőt rájuk, hogy nehogy napszúrást kapjanak. Na, hogy most kerékpárral vagyok, egy kicsit elbiciklizek itt Irotán, megnézzük, hogy mi újság van. Hú, milyen komoly házikók vannak itt, a betyárját. Ezért jó így biciklivel is túrázni, hát gyalog biztos nem jönnék el. Na, ezt a házat már megvesszük. Megvan a telefonszám is, oké, és rendítse. Na, persze nem erre kell nekünk majd tovább menni felső vadász felé, hanem majd vissza kell fordulnunk, de biciklivel kicsit megnézzük Irotát, hogy mit mutat. Szerintem én itt már jártam legénykoromban, talán a Csereháth 105, amikor volt. Szerintem akkor erre jöttünk. Annyira nem emlékszem, mert már este volt, és ja igen, itt a piros, igen, ez a cseréháti piros. Aha. Na hát akkor én már jártam itt 1995-ben. Annyi, hogy már este volt erősen, és túl voltunk a túra felén. És ha elnézünk erre, mindenhol ilyen beállok mögé fényképezkedni stílusú játékok vannak. Na. Jó, jó helynek néz ki. Elég hosszú falu. Na, én itt valahol majd visszafordulok. Aztán megyünk tovább a kék jelzésre. Hát mondjuk itt. Egy jó tanács, aki kútból iszik és tölti a kulacsot, ne engedje ezerrel csak úgy cinóba, mert ha ezerrel engedi, akkor az összes rozsda, ami a csőben található, belemegy a kulacsába, és úgy jár, ahogy én, biciklivel és gyalog. Na, itt van egy becsavarodott fa. Ennek a fának az a baja, hogy túl sokat volt vidéken, és nem fejlődött ki az agya.
Hát eddig jó kék túra, az út remek. Irota az egy jó hely. Úgy veszem észre, itt nincs köcsög. Ez jó. Jó. Ők embert sem nagyon láttam. És kettőt, hármat. Házak rendezettek. Szerintem itt, akiknek volt egy kis zséjük, megvásárolták a házikókat. Aztán ők tartják rendben. Ez még egy jó hely, gondolom, ilyen lakható hely is. Hát bolt vagy ilyesmi, az nem sok lehet itt. Na de van autó, és akkor be lehet ülni, el lehet menni egy kicsit a városba, vagy valahová. Na. Ebből az irányból jöttünk föl, Irotáról. Kicsikét visszatekintünk, hogy mi újság is van mögöttünk. Hát ennyi. Mi pedig ott jöttünk le Rakacaszentről, Irota felé. De jó csereháti táj. Hú, de jó, ilyen mező van itt, vagy kaszáló, vagy valami. Hát így. Láthatjuk, hogy itt előttünk zsírsusnya van. A GPS szerint erre kell jönni. Jelzés sehol. Közel sincs, és távol sincs. Hát, hosszú nadrág ajánlott. Én sajnos rövidben vagyok, úgyhogy egy-két karcolás lesz a csülkeimen. Na de mindegy. Lényeg a lényeg, hogy egyáltalán van valami ösvény. Hú, basszus. Nincs más út. Á, láthatjuk, hogy ez nem nyerő. Adnának egy motoros fűkaszát, én komolyan mondom, hogy itt egy jó olyan méteres ösvényt szívesen kiszabnék. Persze kell lenne benzin és ola is abba a fűkaszába, no meg dami. De ez így nem állapot. Azt a betyárját. Kökény az van dögivel. Meg vadkörte vagy mi az. Süsű a sárkány, hiányzik. Azt a kutya farkát. Mindjárt itt hagyom ezt az egészet. És láthatjuk, hogy van, aki már az okniát is elveszítette itt. Lehet, hogy nem csak az oknit veszítették el a kék túrán egy páran, hanem a lányságukat is. Azt a... Úgy látszik, itt a csereháton van egy-két gazos út. Na mindegy. Megkóstoljuk ezt a ökörtét. Milyen? Hú! Hát ez olyan ez a vadkörte. Az íz az megvan. Sajnos olyan savanyú, hogy fúj. Egyszerűen ehetetlen. Na, jó gyerek. Ahogy mondani szoktam, more ebből baj lesz, hát meg is lett. Megint kihasadt a kezem. Hogy... Hát meddig lesz ez itt? Azt a betyárját. Pedig jó felé jövök. Itt a jelzés. Elnézek erre felé, hát ha ott tisztább vagy valami másabb úton. Ó, hát van itt út. Akkor menjünk ezen. Ó, jó gyerek, én hol jártam? Ez itt sokkal jobb. Na. De hogy erre az útra hol kellett letérni, azt nem tudom, sajna. Mindegy, ki lehet jönni erre. Viszont jelzés az még mindig nincs. Hogy csak az orrunk után mehetünk. Az előbb itt ugrott meg kettő őzike. Azt nézték, hogy nézem-e. Mindegy. Kiértünk arra a rétre, ahol
apró vadra szoktak vadászni. Ez itt a sörét. Idő továbbra is jó. Állattal, kettő őzzel találkoztunk, ezt a leltárba majd be fogjuk venni, és nézzük csak, hol vagyunk. A GPS szerint lesz itt egy pihenő a Cigányhegyen. Majd megnézzük. Pihenő, Cigányhegy. Na, jól mondta. Felső vadász 5,1 km. Hát itt tényleg lehet pihenni, ha végignézünk ezen a hegyen. Hogy mitől Cigányhegy, azt nem tudom. Ja, itt van a kékjelzés is, rendítsek. Na, lényeg a lényeg, Irotáról kifelé föl kell jönni, napraforgó mellett eljönni, aztán csak egyenes, egyenes, meg egyenes. Valamilyen szinten csoda történt, megérkeztünk ide Felsővadász szélére. Itt a lucernás mellett fogunk leereszkedni. Hát az eddigi útunk az egész gázos volt, mert itt kezdett el tegnap szerintem esni, vagy ma hajnalban ez az eső itt. A felhők itt engedték el vízmennyiségüket. Hát annyi eső leesett, hogy borzasztó, hogy milyen sár volt itt bent az erdőben. Ebből az irányból jöttünk, hát megküzdöttünk a sárral rendesbe. Ott van lent Felsővadász, ha végeztünk a bélyegzéssel, nem csak én gondolatban bélyegzés, akkor ott lent az úton fogunk tovább menni, Gadna irányába. Hát az lesz még egy érdekes gyorsasági, az a Gadna. Itt vagyok Felsővadász szélén, egy Irota elején dinnyét kívántam, hát sárga szilva lett belőle, és Irota végén volt még egy almafa is. Nagyon finom. Most a változatosság kedvéért ilyen szilva van. Megkóstoljuk ezt is. Ez a jó magától elváló szilva. Meg is jó. Lehetőleg olyat tegyünk, amit nem glettelt le a madár. Itt vagyunk Felsővadászon. Be is fejeztem ezt a Rakaszaszent Felsővadász szakaszt. Az a lényeg, hogy most pakolok el mindent a táskába, aztán következik egy jó gyorsasági szakasz. Majd valahol értékelem a túrát. Ez egy kicsit rosszabb a hang is, mert csak úgy gyorsba kapcsoltam be. Na mindegy, irány Gadna, Abaújlak, Baktakék, Fancsal, Forró Encs, és végeztünk mára. Mondom, majd valahol értékelek, lehet, hogy Abaújlakon vagy valahol. Lényeg a lényeg, a közkúton sikerült egy kicsikét megmosakodnunk, és most meg akarom mutatni ezt az Abaújlakot. Ez olyan rendezett település, nézzük meg, jó az út. Nincsenek trutyóházak, romosházak. Itt né. Meg ez is ilyen szép házikó. Ez az Abaújlak, ez korszerű hely. Ha valaki nem hinné el. Már egy település meg lehet mondani, ha jó az út, akkor jó az egész. És nézzük, itt is ezek a tipikus csereháti hosszú házak láthatóak. Így. Itt mellettünk szerintem ez görög-katolikus templom. Én 1995-ben a Csereház 105 túra előtt itt aludtam a haverom nagynénjénél. Az volt még egy jó élmény. Persze ezt jó értelemben mondom. Még mindig Abaújlakon vagyunk.
nézzük, hogy mi újság van itt. Hát itt is csend van. Itt még a tipikus vidéki települések hangját, a flexet, a fűnyírót, motoros fűkaszát, stb. Nem hallani. Hát itt nyugika van. Sőt, már a tücskök hangolnak az esti koncertre. Itt nincsenek önkényes lakásfoglalók. Jó, mikor épült ez a ház, ez is. Úgy látom, még könyvtár is van. Lényeg a lényeg, végeztünk ezzel a kék túrával, és innen Abaújlak határától teszem meg az értékelést. Felsővadászon még nem mentem be bélyegzőt sem kérni, mert nem. Na mindegy, ez a túra jó volt, megért eljönni. Mai távunk Encs, Baktakék, Krasznokvajda, Szászfa, Rakaca, Rakacaszent. Onnan a kékjelzésen átgurultunk Irotára, Irotáról kékjelzésen Felsővadász, utána Felsővadászról itt a műúton átjöttünk, hová? Abaújlakra. Na, be van fejezve a kék túrának ez a szakasza is, már csak itt a közelben maradt a Sátoralja új hely, Boldogkővárralja szakasz, majd azt is valamikor bejárjuk. Hát most így délutánra egész meleg lett, olyan, hogy majdnem el lehet olvadni, kicsit meg vagyok mihájlódva, látni ez a fekete biciklis felső van rajtam, nem volt olyan jó ötlet ezt fölvenni, de mindegy. Lényeg a lényeg, hogy hála Istennek, hogy ezen a túrán nem történt semmi bajunk. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a részt is. Remélem, ti is elfáradtatok egy kicsit. A kék túrának a szakasza az körülbelül 16 km volt. Nekem még itt van egy kis teendőm, haza kell tekerni Encsre, de az már nem olyan sok. Végül is mit mondjunk még? Na hát majd az Isten áldjon meg mindenkit minden jóval, majd találkozunk valahol, valamikor. Én már hazafelé nem veszem elő ezt a kamerát, már nincs erőm. Jaj, de jó ez a hűvös szél, a betyárját. Na, majd találkozunk valamikor. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Csákány!